Pénztárca barát iskolakezdés címmel fogyasztóvédelmi edukációs kampányt indított a Magyar Nemzeti Bank. Az őszi iskolakezdés előtt álló családok és a felsőoktatási tanulmányaikat kezdő hallgatók pénzügyi döntéseinek támogatására. A tanulmányok megkezdése pénzügyi kérdés is. Ebből kifolyólag a jegybank honlapján segít eligazodni az ehhez kötődő bankszámlák, hitelek, pénztári és egyéb támogatások világában. Emelte ki Binder István, felügyeleti szóvivő. Az első üzenete az a Magyar Nemzeti Banknak, hogy az iskolakezdés, a beiskolázás az kőkemény pénzügyi kérdés, tehát időben el kell kezdeni a felkészülést rá, át kell azt látni, hogy a tanszerek, a ruhák, a beiskolázáshoz a táska, bizonyos korosztályoknak akár az iskola könyvek, azok pénzbe kerülnek. Ez egy nagyon koncentrált kiadást jelent, pláne hogyha akár adott esetben több gyerek van. Hogyha egy felsőoktatási hallgató mondjuk albérletet keres, másik városba kezdi meg a tanulmányait, ugyanez a helyzet, tehát föl kell erre készülni, át kell gondolni a háztartási költségvetést, és a Magyar Nemzeti Bank az ezzel kapcsolatos döntésekben, a megtakarítások átcsoportosításában, pályázati támogatási lehetőségek megtalálásában, és adott esetben, hogyha erre is szükség van, akár a hitelfelvételben is ad tanácsokat. Akár 232.000 forint egészség- és önsegélyező pénztári beiskolázási segítséget is kérhetnek pénztári egyenlegük terhére a családtámogatásra jogosult pénztártak szülők, akik számára az állam a vonatkozó összeg ötödét, azaz 46.400 forintot személyi jövedelemadó kedvezményként visszajuttat. A kedvezmény az óvodás korosztálytól kezdődően egészen a 25 év alatti felsőoktatási tanulmányaikat folytató diákok után vehető igénybe, és a kisebbek esetében például ruházatra, taneszközökre, tankönyvekre költhető, de akár a felsőoktatási tandíjra, kollégiumi vagy albérletköltségekre is fordítható az összeg. A felsőoktatási hallgatóknak igény esetén megfontolható a diákhitel felvétele, ám előzetesen természetesen ennek feltételeiről is tájékozódni kell. Sőt, minden esetben érdemes a döntés előtt több bank hitelajánlatát is összehasonlítani, hangsúlyozta Binder István. Az első lehetőség az mindenképpen a diákhitel, ez adott, és ugye ennek is több fajtája van, lehetőt vásárolni vagy igényelni, amelyik tulajdonképpen kamatmentesen fizethető vissza, és olyat is, amelyik kis összegű kamattal, vagy kis mértékű kamattal fizethető vissza. Bármilyen hitelt választunk diákként, vagy akár gondoskodó szülőként, azt az alapszabályt azért ne felejtsük el, hogy a hitelt egyszer vissza kell fizetni. Tehát, hogyha mondjuk a diákhitel mellett a szülők választanak maguknak hitelt, akkor mindenképpen az a tanácsom, hogy legalább 2-3 terméket nézzenek meg, nézzék meg a különböző hiteltípusokat. A legalapvetőbb mutatószám az a teljes hiteldíj mutató, ami egy mutatószámban mutatja meg a hitelnek valamennyi költségét, nem csak a kamatot, hanem mondjuk kezelési költséget, hitelfelvételi díjat, tehát válasszunk több lehetőség között. Ebben a Magyar Nemzeti Bank hitel és leasing választó alkalmazása, ami szintén ezen a kis pénzügyi navigátor honlapunkon érhető el. A pénztári támogatás igénybevétel felvétele egyebek között a tanintézmény látogatásának igazolása, a tanév első napját legfeljebb 15 nappal megelőző vásárlási számlák becsatolása, illetve hogy a pénztári megtakarítás legalább 180 napja rajta legyen a számlán.